Kérhetem, ha szíven, itt vagyok. És most szeretnék nektek Sri Chinmoy meditáció című könyvéből olvasni, és hallgassátok szeretettel, mert nagyon-nagyon érdekes. Kérdések és válaszok. Kezdő vagyok a meditációban, és nem sikerül megfékeznem a gondolataimat. Hogyan lehet sikeres a meditációm? Kérdezi Sri Chinmoytól valaki. Ha kezdő vagy, próbálj meg isteni gondolatokat beengedni, és ne engedd be az istenteleneket. Jobb, ha az embernek egyáltalán semmi gondolata nincs meditáció közben, de a kezdő számára szinte lehetetlen, hogy elméjét gondolatok nélkül tartsa. Hát ez nekem is egyetlen egy gondom, hogy tényleg ki kell, hogy kapcsoljunk, amikor meditálunk. Nem tudom, ki meditált már. Én folyamatosan egy kezdő és egy tanuló vagyok a meditációban, és nagyon szeretném, hogyha mindenkit ösztönöznék arra, hogy meditáljatok. Mert ennél jobb dolgot, ami Istenhez tudtok kerülni, hát azt nem tudok elképzelni sem. Na figyeljetek akkor, mert folytatom. Jó akarok lenni, spirituálisabb akarok lenni, jobban akarom szeretni Istent, én csak érte akarok létezni, enged, hogy ezek az elképzelések növekedjenek benned. Tehát, ha véletlen nem tudod leállítani a gondolatokat, se baj, akkor tedd meg azt, hogy ezeket a mondatokat mondod magadval. Ma teljesen tiszta leszek, nem engedem, hogy bármi rossz gondolat belém hatoljon. Csak a békét engedem magamba. Ha engeded, hogy isteni gondolatok növekedjenek benned, meglátod, tudatod azonnal megjavul. Kezd isteni gondolatokkal. Ma érezni akarom, hogy valóban Isten gyermeke vagyok. Ez nem pusztán érzés, hanem tényleges valóság. Érezd, hogy Szűz Mária a gyermek Krisztus tartja. Érezd, hogy isteni anya karjaiban tart téged, mint egy kisdedet. Azután érezd, igazán szeretnék bölcsesség fény, szeretnék Istennek tetsző módon élni. Bárhova megy, én is vele tartok, fényt kapok majd tőle. Vannak, akiknek nincsenek ilyen elképzelései, nem kapnak kreatív gondolatokat és elképzeléseket. Figyelj! Csak űr van. Azt kérdezheted, melyik a jobb? Ha egy csomó ostoba üzeneted van, vagy ha nincs semmiféle üzenet. De van egy negatív, tudattalan meditáció, amiben nincs élet. Ez nem csendes elme. És nem termékeny. A valódi meditáció elme csendes, de ugyanakkor tudatos. Másik kérdés, figyelj! Az lenne ideális, ha az ember minden gondolatot visszautasítana meditáció közben? Kérdés. Sri Chinmoy. A legjobb, ha megpróbálsz minden gondolatot kirekeszteni az elmédből. Legyen akár jó, akár rossz. Ez olyan, mintha benn lennél a szobádban, és valaki kint kopogtatna az ajtón. Fogalmat sincs róla, hogy barátod vagy ellenséged az. Isteni gondolatok az igazi barátaid, míg istentelen gondolatok az ellenségeid. Szeretnéd beengedni a barátaidat, de nem tudod pontosan, kik a barátaid? És még tudod is, kik a barátaid, de lehet, hogy amikor kinyitod az ajtót, ott állnak az ellenségeid is. Mielőtt barátaid átlépnék a küszöböt, az ellenségeid már be is jöttek. Az is lehet, hogy te nem látsz semmiféle istentelen gondolatot, de miközben az isteni gondolatok belépnek, az istentelen gondolatok, mint tolvajok besúrannak, és szörnyű zűrzavart okoznak. Volt már ilyen neked? Hogy próbálsz lecsendesedni, próbálsz semmire nem gondolni, erre föl folyton jönnek és zaklatnak a gondolatok. És jönnek be ide az agyadba, és csak nem bírod, mert csak jönnek és támadnak, és mindenféle dolgokat eszedbe jut, minden
még az is, hogy mit főztél, vagy mit kellene holnap főznöd, tehát nem tudsz visszakoncentrálni a lényegre. Ehhez a szilárd spirituális fegyelem erejére van szükség. Talán 15 percen át spirituális gondolatokat ápolsz, és aztán hirtelen belép egy istentelen gondolat. Ezért az a legjobb, ha semmiféle gondolatot nem engedünk be a meditáció alatt. Egyszerűen tartsd az ajtót belülről bereteszelve. Ezt egyébként én meg szoktam tudni csinálni. Amikor nem tudod megcsinálni, ne erőltesd, és próbáld később, amikor nagyon feszült vagy, akkor próbáld csak annyit megtenni, hogy lélegzel, levegőzöl, és lecsendesedsz. Aztán később pedig azt mondod, hogy na, most nem gondolkozom, hanem igenis meditálok, és csöndben maradok. Mindenféleképpen csöndben maradok. Volt idő, mikor szerettelek téged, ó gondolatvilágom, de most a csend értelem szépségét és hála szív tisztaságát szeretem. Az igazi barátaid nem mennek el. Azt gondolják, majd magukban valami nincs rendben. Általában olyan kedves velünk. Jó oka kell legyen, amiért nem nyitja ki az ajtót. Együttérző egységünkből fakadóan végtelen türelemmel várnak hát. Ellenségeid azonban csak néhány percig vannak, várnak. Elvesztik a türelmüket, és azt mondják, méltóságunkon aluli, hogy itt vesztegessük az időnket. Ezeknek az ellenségeknek megvan a maguk büszkesége. Azt mondják majd, kit érdekel, kinek van rá szüksége. Menjünk és támadjuk meg más valakit. Ha nem figyelsz a majomra, a majom végül ott hagy, és valaki más zaklat majd. Barátaid azt mondják majd, nem, nekünk igenis szükségünk van rá, és neki is szüksége van ránk. Akármeddig is, de várni fogunk. Ellenségei tehát pár perc múlva pedig elmennek. Akkor kinyithatod az ajtót, és kedves barátaid lesznek ott, és várnak rád. Ha rendszeresen odaadóan meditálsz, bizonyos idő után belsőleg megerősödsz. Akkor majd be tudod engedni az isteni gondolatokat, és az istentelen gondolatokat pedig el tudod űzni. Ha egy isteni szeretettel, isteni békével, isteni erővel teli gondolatok érkeznek hozzád, annak megengedett, hogy belépjen és kiterjedjen benned. Hagyod, hogy játszon, növekedjen, értelmet kertjében, miközben játszik a gondolat, te is játszol a gondolattal, azt látod, hogy ezzé a gondolattá válsz. Minden isteni gondolat, amelyet magadba engedsz, egy új beteljesítő világot fog teremteni számodra, és egész lényedet istenséggel itatja át. Egy pár év meditáció után már ahhoz is elegendő a belső erőd lesz, hogy a rossz gondolatokat is beenged. Ha bejön egy rossz gondolat az elmédbe, nem fogod visszautasítani, hanem átalakítod. Ha valaki istentelen kopogtat az ajtón, mondja a példa, ha elég erőd van hozzá, hogy kényszeríteni tud, miután bejött, tisztességesen viselkedjen. Akkor kinyithatod az ajtót. Idővel el kell fogadnod a kihívást, és le kell győznöd ezeket a rossz gondolatokat. Különben mindig vissza fognak térni, és zavarni fognak téged majd ott. Oly büszke vagyok az elmémre. Miért? Mert elkezdett apró dolgoknak örülni. Egyszerű gondolatnak, egy tiszta szívnek, alázatos életnek. Isteni fazekasnak kell lenned, folytatja Sri Chinmoy. Ha a fazekas fél megérinteni az agyagot, az agyag örökre agyag marad, és a fazekas semmit sem tud adni a világnak.
Ha azonban a fazekas nem fél, akkor valami széppé hasznossá tudja formálni az agyagot. Szent kötelességed az istentelen gondolatokat átformálni, de csak akkor, amikor ezt már biztonsággal képes vagy megtenni. Hát ez egy csodálatos volt, és remélem, hogy megértetted belőle. Én nagyon szeretettel olvasom ezt nektek, és kívánom, hogy aranyos vagy Erika kis, és kívánom, hogy sikerüljön a meditációd, és ha alámész a videó alá, hogy segítsek, akkor egyszerűen szervezünk egy estét, és fogunk meditálni együtt. Most még egy kérdésre adnék választ. Miért térítenek el engem állandóan a zavaró gondolatok? Sri Chinmoy. Azért térítenek el a gondolatok, mert az értelmedben próbálsz meditálni. Az értelem természetéből adódóan minden gondolatot szívesen fogad, jó gondolatokat, rossz gondolatokat, isteni gondolatokat és istentelen gondolatokat. Ha értelmedet emberi akaratoddal szeretnéd uralni, az olyan, mintha egy majmot vagy egy legyet arra kérné, hogy ne zavarjanak. A majomnak az a természete, hogy harap és csípked a légynek, és a természetéből fakad, hogy bosszantsa az embereket. Az értelem elhallgattatásához egy magasabb erő szükséges. Ez a magasabb erő a lélek. Két szobád van, a szívszoba és az értelemszoba. Itt a szívszoba, itt az értelemszoba. Az értelemszoba pillanatnyilag sötét, megvilágosulatlan és tisztátalan. Nem hajlandó megnyílni a fénynek. A szívszoba ellenben mindig nyitott a fényre, mert ott lakik a lélek. Ha ahelyett, hogy az értelmedre koncentrálnál, a szíved belsejében lévő gondolatokra tudsz koncentrálni és meditálni, akkor ez valóság előtérbe jön. Ha azzal a reménnyel tartózkodsz az értelemszobába, hogy belülről világosítsd meg azt, azzal csak is az idődet pazarlod. Ha meg akarok gyújtani egy gyertyát, akkor ez már egy égő lángra van szükségem, ami már fényes. A szívszoba szerencsére már fényes. Ha már biztosan gyökeret vertél a szívedben, és átitatott lélek fénye, akkor már beléphetsz az értelemszobában, hogy az értelmedet is megvilágosítsd. De először a felszíne kell hoznod a lélek fényét, ami legerőteljesebben a szívedben van jelen. A lélek fénye nem fogja megkínozni, vagy megbüntetni az értelmet. Épp ellenkezőleg úgy cselekszik, mint egy szerető anya, aki úgy érzi, hogy gyermeke tökéletlenségei az ő saját tökéletlensége. A szív felajánlja a fényét az értelemnek, hogy átalakítsa az értelem természetét. Hát én ennyit gondoltam most nektek mára, nagyon hosszú a könyv, és nagyon szeretném, hogyha velem tartanátok, és fogok legközelebb is felolvasni belőle, és nagyon fontosnak tartom, hogy meditálj, és ha tudsz, akkor nagyon szívesen segítek, és meditálunk együtt. Úgyhogy örültem neked, áldás rátok, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és kérlek, hogy majd folytassuk, kattints rám, Evi Herceg YouTube csatornámra is ezt felteszem, és szeretettel várlak ott is, és lájkold ott is, amit mondok, és szeretném, hogyha mindig részt vennél a csatornámon. Sziasztok nektek, és áldás rátok!